Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy üzenet a Bibliából, de mielőtt kinyitnám a Bibliát, megemlíteném újra azt, hogy a napokban bizonyos képeket kapok. Ezek nem álomképek, hanem ha becsukom a szememet, akkor ott van előttem ez a kép, mint egy üzenet, olyan, mint egy képes lap. És én úgy érzem, ezek az üzenetek nem csak nekem szólnak, hanem talán hozzád is, ha úgy érzed, hogy ezek a képek nálad kiváltanak valamit. Ma reggel két képes lapot kaptam. Az egyiken volt egy szoba, de nagyon szürke, alig lehetett látni a bútorokat. Ami látható volt, a fény az ablaknál, és az ablak előtt, a fotelban, ott ült egy idős néni, és kifele tekintett. Úgy éreztem, a néni kicsit szomorú, vagy el akar búcsúzni, vagy vannak bizonyos emlékek nála. Aztán utána jött egy második képes lap, amin volt egy óvodás korú kislány. Nagyon szép környezetben, nagyon vidám és színes környezetben. Ami feltűnt nekem, hogy a kislánynak egy gyönyörű ruhája van. Olyan kockás, az egyik kocka rózsaszínű volt, a másik fehér, újra rózsaszínű, fehér, de a ruhának a szabása is olyan gyönyörű volt, jól állt a kislánynak. A kislány mellett ott volt egy labda, a kezében pedig egy kisbaba, tehát egy játék kisbaba. És itt érezhető volt a vidámság, ez a színes környezet, és én úgy gondoltam, ez az idős néni az első képen a gyermekekre gondol, vagy visszagondol a saját gyermekkorára, vagy szimbolikusan én ezt úgy is tekintettem, ha minden olyan szürke körülöttünk, és szomorúak vagyunk, mint az idős néni, akkor figyeljünk kifele, és a gyermek akkor az jelentheti a gyermekeket, vagy egy kreatív tevékenységet, vagy jelenthet egy új kezdetet is. Hogy látod te a képeket? Ha gondolod, leírhatod a kommentárba, ennek nagyon örülnék. És most kinyitom a Bibliát, hogy milyen üzenet van a mai napon. Az életed olyan, mint egy arany út. Ezen az arany úton te mész. Ez a te területed, hiszen itt élsz. Igazad van, ezt megtarthatod magadnak. Ide tartozik a te otthonod, vagy a családod, a környezeted.
Itt te vagy a király vagy a királynő, hiszen ezen a területen te kell, hogy uralkodj. Itt ezen a területen te uralkodsz, és azok meglátogathatnak téged, akikkel te találkozni szeretnél. Azok, akik elszomorítanak téged, maradjanak kívül. Ez a te királyságod, és a te királyságodban is vannak dombok vagy hegyek, ezek néha kihívások, de lehetnek magas célok is. Ez azt jelenti, hogy ebben a saját királyságban te élsz, ez a tiéd. Itt van egy arany trón is. Ez is a tiéd, hiszen itt a saját életedben, a saját királyságodban te vagy a király, vagy a királynő. Ezért vagy a földön, hogy felfedezd az arany útat, ezt az arany trónt, felfedezd a saját királyságodat, és uralkodj e felett. És ez volt az üzenet a Bibliából, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!